Köszöntöm nézőinket! Most először láthatták ezt a szignált, amivel a jövőben hetente találkozhatnak majd. Értékeink címmel a következő években Tolna megyében megvalósuló fejlesztéseket szeretnénk bemutatni önöknek. Ezekhez a területfejlesztési operatív program 27,5 milliárdos Tolna megyei kerete biztosítja a forrásokat, és a pénzből megvalósuló beruházások nem egyszer elválaszthatatlanok azoktól az értékektől, melyeket a Tolna megyei Értéktár Bizottság az elmúlt időszakban Lajstromba vett. Nézzük, mit mond erről Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke. Nagy tisztelettel szeretném köszönteni a tévénézőket, a megye közönségét. Örömteli számunkra, hogy a megyébe számos olyan program zajlik, amely a települések érdekében, a települések jövője érdekében, az ott élő emberek érdekében különböző szinteken fog fejleszteni, különböző szinteken juttat lehetőséghez településeket. Azt gondolom, hogy a megyének alapvető célja, hogy olyan rendszert, olyan módszert hozzon létre, amelyben a hazai értékek, a települési értékek, az ott élő embereknek a tulajdonképpeni munkája szerepelhessen fő hangsúllyal, és ennek érdekében szeretnénk mi egy olyan folyamatot elindítani, amely ennek a figyelemmel kísérése, ennek támogatása és a jövő építése tulajdonképpen erről szólna. Deklaráltuk a megalakulásunkkor, hogy nagyon-nagyon komoly célunk a települések értékeit, a megye értékeit felkarolni, ezeket bemutatni, fejleszteni. Én úgy látom, hogy a megyében számos érték van. Sokszor megdöbbenek azon, hogy mi mindenről nem tudok és nem tudtam eddig, és mi mindenre nem fordítottunk elő figyelmet, amit szeretnénk most átváltani egy olyan érték megőrző, érték fenntartó munkára, amely tulajdonképpen a programnak a lényege. Ennek próbálunk hátteret adni, szeretnénk forrásokat biztosítani erre a programra, és szeretnénk azt, hogyha a megye településein élők megismernék a szomszéd településen élők életét, illetve az ott megtermelt értékeket. Első alkalommal Paks és Tamási környékére kalauzoljuk önöket. A két térség bár közel vannak egymáshoz, mégis azt mondhatjuk, talán a két végletet képviselik. Pakson az atomerőmű közelsége, most pedig az új blokkok építése nyújt biztos megélhetést a lakosoknak. Tamási viszont a leghátrányosabb térségek közé tartozik már régóta. Ők ebbe persze nem akarnak belenyugodni, és gazdasági, illetve turisztikai fejlesztési elképzeléseik is abba az irányba mutatnak, hogy kikerül jön a város a gödörből. Ennek már jellei is látszanak, miután itt is jelentkezni kezdett a munkaerőhiány. Tamási a Koppánypatak völgyében fekszik, legtöbben valószínűleg a Várhegy alatt található termálfürdőjéről ismerik. A városvezetés fejlesztési elképzelései nem véletlenül egyfelől a turizmus további fellendítésére irányulnak, másrészt viszont a helyi gazdaság megerősítését célozzák. Ebben a területfejlesztési operatív programból elnyert több mint 3,2 milliárd forint segíti őket. 2016-ban indult a tervezés, és megpróbáltuk az egész város felülelni, az északi ipar területtől egész a fürdőig, infrastruktúrafejlesztés, munkahelyteremtés, turizmusfejlesztés, tehát a legkülönbözőbb területekre koncentráltunk. Erre is szükség is van, hisz a város még mindig a leghátrányosabb helyzetű település kategóriájában található, bár az utóbbi években azért sokat fejlődött a város, ezt mondhatom bátran. Hála Istennek, ha a területi operatív programra gondolok, akkor a pályázataink eredményesek voltak, eredményesen pályáztunk. 14 pályázatot nyújtott be az önkormányzat, illetve pontosítok ebből egyet a Dámkis térségi társulás, a 14-ből egyet pedig a város cége, az Évű Kft. A 14 benyújtott pályázatból 13 nyert támogatást. Egyedül a bölcsődefejlesztési pályázatunk nem kapott forrást, ezt igyekszünk majd más módon megoldani. Ez összesen 3,2 milliárd forintot jelent a városnak, tehát ha azt vesszük figyelembe, hogy egy 8500 fős városban lakunk, akkor ez azt gondolom igen szép eredmény, és a támogatási szerződések most már a 14-ből 13 esetben megkötésre kerültek, és egyetlen pályázat esetében várat ez még néhány hétig magára.
5 projekt már elindult, a leglátványosabbak a fürdőkörnyéki területekre összpontosítanak, hogy az évi 170 ezres turista számot tovább tudják növelni. A Tamási gyógyfürdő az kiemelt turisztikai értéke a városnak. Igyekszünk a fürdőkörnyéki területeket fejleszteni, és a nyert támogatások egy része is erre a területre koncentrálódik. Ez jelenti egy vendéglátóipari egység felújítását közvetlenül a fürdőhöz kapcsolódva, a fürdő melletti területen, jelenti egy túrainformációs pont és mellette egy ajándékbolt kialakítását, jelenti a fürdő melletti még fel nem újított parkoló egy részének rendbehozatalát, és egy közel másfél hektáros aktív park létrehozását, kiépítését. Itt felnőtt és gyermekjátszó terek, futósétány, gyalogos ösvények és egy ilyen kisebb biciklis ügyességi pályát alakítunk ki ezen az zöld felületen, amely nem csak a fürdőhöz kapcsolódik szorosan, hanem a kerékpárutakhoz, a már meglévő kerékpár útjaink és a fürdő közötti eddig üres területen helyezkedik el. És azt hozzáteszem, hogy igaz, hogy nem topos forrásból, hanem hazai forrásból támogatást nyert a városra a tanúszoda építésre. Ennek az előkészületei is megkezdődnek a 2018-as évben, sőt, én azt gondolom, hogy akár jó esetben a kivitelezés is megkezdődhet. Tehát látványos változások lesznek a fürdő környékén, de ha egy picit nem nagy távolságra, egy picit távolabb megyünk, akkor a fürdő közvetlen szomszédságban található a miklósvári parkerdő, amelyet nagyon sokan használnak pihenési céllal. Itt sportpályák, egy kisebb tó, sétautak, játszótér található. Erre a területre terveztünk egy látogatóközpontot, amely nem csak Tamásinak, hanem Tamási és környéknek a turisztikai attrakcióit, történelmi, természeti, kulturális értékeit mutatja majd be modern formában, hogy a gyerekek, a legkisebb korosztály is akár vevő lehessen erre. Ami még mindig hiányzik, és emiatt féloldalasnak érzi a város turizmusát a polgármester, az egy nagyobb szálloda, amivel elérhetnék, hogy ne csak egy-egy napra érkezzenek a vendégek Tamásiba. A másik fejlesztési irány a gazdaság fellendítése. Ennek érdekében az északi iparterületet fejlesztik, ahol korábban már multinacionális nagyvállalatok is megtelepedtek. Ők folyamatosan fejlesztenek, és jönnek új lakók is az ipari parkba. Itt szintén már el tudtuk kezdeni az elmúlt évben a kivitelezést, tehát a kivitelező el tudta kezdeni. Itt iparterületi utak, feltárótak, trafóállomás, kerékpárutak és járdák, közvilágítás fejlesztés indult meg, aminek köszönhetően három új cég is megtelepedett ezen a területen, és várhatóan több mint 100 munkahelyjel, 100 munkahelyjel gyarapodik ez a térség. Annak ellenére, hogy az ország 33 leghátrányosabb helyzetű települése közt tartják nyilván Tamásit, már megjelent a munkaerőhiány. Több cég órákat utaztatja a munkavállalóit Tamásiba, holott van még ember helyben, akinek munkára lenne szüksége. Egy 250 milliós paktum részeként foglalkoznak az állástalanok visszavezetésével a munkavilágába. Tamási térsége ezen kívül az atomerőmű bővítésből is kiveheti részét. A térségben dolgozó Süli János miniszter úgy látja, jó úton jár Tamási és Paks is a top források felhasználása terén. Tamásiba jóval több kirakott táblát látok, akár az önkormányzat és a egyéb intézmények kultúráz oldalán, mint Pakson. Tehát valószínű, hogy a hosszabb távon erősebb volt a lobby tevékenység, de ugye Paksnak egyébként meg az adóerőképessége volt jobb. Tamási eleve a térképen hátrányos helyzetű település kategóriába tartozott. Azt gondolom, hogy ha összességében mérleget teszem, akkor mind a két településnek azzal végig megyünk, jók az adottságai. Fokson arra többet kell koncentrálnunk, hogy a középületeink állapotát azt meg kell változtatni. Ez az elmúlt időszakban egy kicsit a figyelem fővonalából kikerült, de egyébként akár a lakóparkok, lakóterek, útfelújítások, tehát mindenben ez a tendencia tulajdonképpen ugyanúgy megjelenik, mint
Itt is a városi jelleg Tamásiba, tehát mikor bejön az ember, érzi, hogy egy kisvárosban van, jó ide érkezni, látja az új létesítményeket, iskolákat, egyebet. Tehát én azt gondolom, hogy ezt továbbiakban is fejleszteni kell, és ugye nem csak a két nagy egységet, hanem törekedni kell arra, hogy a kis települések is a megtartó képességüket meg tudják oldani. Legyen olyan vonzerő a fiatalok számára, vagy jó közlekedése, hogy könnyen elérik a települési központokat, csak igénybe tudják venni a szolgáltatást, akkor is, ha nincs esetleg még gépkocsiuk. Egyéb, ha egy kis földbirtokkal rendelkeznek, azt meg tudják művelni, tehát próbálunk majd gépkölcsönzést, egyebet, mert azt nagyon fontosnak tartjuk. Úgy látjuk, hogy utolsó pillanatban vagyunk azzal, hogy a vidéken élő fiatalokat ott tudjuk tartani a településeket. Tamásitól néhány kilométerre fekszik Gyönk, két pályázatuk is nyert a területfejlesztési operatív programban. A városban 100 millió forint segíti a gyermekek jövőjét és a polgármesteri hivatal korszerűsítését. Gyönk fejlesztésének legfőbb irányvonala a fiatalság megtartása, ezért mindent megtesznek, hogy a gyerekek a lehető legjobb körülmények között tölthessék mindennapjaikat a városban. Pályázataik is ebbe az irányba mutatnak. Több olyan pályázatot beadtunk, ami azt gondolom, hogy arra lett kihegyezve, hogy valóban az itt élő embereknek a komfortérzetét tudjuk növelni, és természetesen nagyon-nagyon fontos dolognak tartjuk azt, hogy a gyermekek megfelelő nevelésbe és oktatásba részesüljenek nálunk. És hát ebbe nyilván beletartozik nem csak a nevelés-oktatás, hanem a gyerekeknek a szabadidős programja is. Két komoly topos pályázatot nyertünk, és a tavalyi évben már az egyiket azt meg is valósítottuk. Ez az óvodának a felújítása, és az óvodánál egy bölcsödei csoport kialakítása volt. Természetesen minden komforttal egyben, hogy ezek a gyerekek minden nap be tudjanak járni hozzánk, megfelelő nevelést megkapják, és utána délután pedig haza tudjuk őket szállítani. A topos fejlesztés eredményeképpen 56 óvodás gyerek és 8 bölcsödés gyerek került jobb körülmények közé. Egyrészt az udvarunk újult meg, nem csak a bölcsödei rész, hanem az óvodai része is kerültek új játékok. Másrészt a gyerekeknek az étkeztetése, a mini bölcsiseknek helybe valósul meg az óvoda területén. Ehhez kaptunk nagyon sok eszközt. A mini bölcsöde rengeteg játékot kapott, udvari játékot, mozgásfejlesztő játékot, bicikliket, tehát olyan eszközöket tudtunk beszerezni, ami összességében valamennyi gyerek fejlődését szolgálja és segíti. Ha a gyerekekről van szó, nem csak Gyönkre kell gondolni, hanem a környék településeire is. 7-8 közeli faluból járnak ide a kicsik, de a városháza felújítása is a 6 települést magába foglaló közös hivatal teszi majd korszerűbbé. Szükség van rá, mondja a polgármester, és mutatja is a lyukakat, ahol beázik a tető. Az épület, ha belép az ember, a mai kornak megfelelő kellemes benyomást kelt, azonban vannak részek, amiknek a cseréje nem várhat. Ezért kicserélik a megsüllyedt tetőszerkezetet, a régi nyílászárókat és az épület külső szigetelést is kap. Ha komolyabban körülnézünk, akkor megvannak azok a problémák, amiket hogyha nem oldunk meg, akkor nem szeretném túl dramatizálni a dolgot, de még akár tragédia is lehet. Tehát a tetőnek a felújítása az borzasztó fontos, és hát hogyha az energiáról beszélünk, a fűtés is, hogyha az ablakon keresztül a külső körletbe kerül, én azt gondolom, hogy ez is egy fontos, hogy ezt meg tudjuk szüntetni. A fiatalokkal kezdtük, fejezzük is be velük. Ugyan nem topos forrásból, de szintén pályázati pénzből valósulhat meg a labdarúgó pálya öltözőjének bővítése. Az épületet egy új szinttel bővítik majd, hogy a sportolni vágyók még kényelmesebb körülmények között tudjanak készülni. A Pakstól nem messze fekvő Győrkönyvben szintén 100 millió forintot költhetnek el topos forrásból. Ott az országosan is ritkaság számba menő pincefalut fejlesztik. A település 300 pincéje már 1985 óta helyi védelem alatt áll. A cél, hogy még több turistát vonzanak a térségbe, és hogy a tolnai borvidék meglévő értékeit a mai modernkor követelményeinek megfelelően tudják bemutatni.
Nyáron még tömve volt látogatókkal a Györkönyi Pincefalu, itt tartották a megyei értékek napját. Most jóval csendesebb a környék, de a 300 éves pincék milliője így is egész évben vonza a turistákat. Nem csoda, az országban 10-15 hasonló pincefalu van összesen. A Györkönyi pedig köszönhetően annak, hogy már 1985-ben helyi védettséget kapott, viszonylag eredeti formájában maradt fenn. A megyei értéktárbizottság is elismerte az itt zajló munkát, így a pincefalut 2015-ben Tolnaikummá választották, ami a megyei értékek rangsorának csúcsát jelenti. Erre az örökségre próbál a település építeni. Az elmúlt években mi egy komplex tervezést végeztünk a pincefalunak a megújítására, úgyhogy az építészeti örökség megmaradjon, és ennek a terveinek egy részét sikerült a TOK pályázatba beillesztenünk, mert illeszkedett hozzá, és ezt a közel 100 millió forintos beruházást elvileg idén megvalósítjuk. Ezáltal a megmaradt építészeti örökséghez illeszkedhet majd kinézetében a pincék környezete is. Éppen itt megy emellettünk el egy zúzott köves út, és ez az út itt fog folytatódni a Pincehegy gerincén keresztül, majdnem a Pincehegynek a másik végéig. Itt egy bazaltköves bordal ösvény fog létrejönni, ahol végig lehet sétálni a turistáknak, a csoportoknak, és ilyen stációk lesznek a bordal ösvénynél, és ugye bordalokat lehet majd kottából elénekelni, illetve nem csak elénekelni, hanem egy kültéri egyedi hangszereket is fogunk rakni a stációkhoz. Tehát aki tud kottát olvasni, az el is tudja játszani ezeket a bordalokat. Lesz a más fejlesztés is, ugye a gyerekeknek lesz ilyen játszótér, illetve egy sütőde a felnőtteknek, családoknak. Tehát a bordal ösvény végén lesz egy ilyen fejlesztés, illetve egy nagyon komoly fejlesztés lesz még, ez pedig ugye ugye hideg időben, vagy bármilyen körülmények között látogatható lesz. Ez egy pince labirintus, ahol be lehet menni, és vagy kitalál az ember, vagy nem, akkor kihozzák valószínűleg. Tehát lesz egy pince labirintus, ahol a magyarországi pincefalvaknak a bemutatója is lesz egyben. Ehhez pedig a mai kor által megkövetelt digitális technológiát is felhasználják. Az új attrakciókon kívül a település célja, hogy mindent megmutasson magából, ezért nem feltétlenül csak a borokat és a pincefalu hangulatát kapják majd az ideérkezők. Próbálunk a településnek a helyi termékeit bevinni itt a körforgásba, illetve a helyi szolgáltatásokat. Ugye Györkönyben nem csak bor van, ha lehet itt reklámozni a dolgokat, tehát ugye itt Györkönyben van egy nagyon komoly pálinka főzde, vannak 100%-os gyümölcskészítők, többen is vannak. Ugye itt van a tehéntelep, ahol ugye tejtermékeket is lehet, kecskesajt, méz, tehát sok mindenféle van. Úgyhogy reméljük, hogy el fogunk addig érni, mint egyébként nyugaton ez természetes, hogyha elmennek egy borászatba, akkor nem csak bor van, hanem ugye egyébként egy teljes arzenál rendelkezésre áll ott a helyi és környékbeli vagy térségi termékekből. A vendégeknek nem kell gondolkodniuk, hogy megkóstolják-e a Tolnai Borvidék portékáját. Szálláshelyek már most is vannak a településen, mert eddig is szükség volt rá, de magántőkéből már továbbiak épülnek. A fejlesztéssel a hagyományos értékek ötvöződnek a modern kor elvárásaival, fókuszba állítva a Tolnai Borvidék borait, ami további fejlődést hozhat a térségnek. Mai utunkat Pakson zárjuk, egy olyan értéket mutatunk meg, melyre sokszor nem is aként gondolunk, pedig lelke mélyén mindenki ugyanolyan büszke lehet rá, mint a paksiak. Hiszen itt van otthon Tolna megye egyetlen élvonalbeli labdarúgó csapata, és Kovács Anti barcelonai olimpiai aranyérmére is kicsit mindenki a sajátjaként tekint. Gondolom kitalálták, hogy a paksi sportéletről van szó, aminek további sikereiért és az infrastruktúra fejlesztéséért minden nap sokan dolgoznak.
Cselgáncs, kosárlabda, kajakkenu, labdarúgás, tényleg csak a néhány legsikeresebb abból a 32 sportágból, ami megtalálható Pakson. A város sportélete már régóta magas szinten zajlik. Nyilván, ahogy az élet más területein, itt is mindig meghatározó volt az atomerőmű támogató tevékenysége. Az atomerőmű eséhez köthető több magyar bajnoki cím a kosárlabdában, vagy például Kovács Antal Cselgáncs olimpiai bajnoki címe. Atom Anti, ahogy sokan ismerik, azt mondja, a legnagyobb része a szerencse. Ének van abban, hogy kiből lesz olimpiai bajnok, a sajátját viszont mindenkinek hozzá kell tennie. Ami nálunk nagyon fontos, hogy ha az atomerőmű nem Paksra kerül, hanem Bogyiszlóra, akkor most lehet, hogy te ugyanígy Bogyiszlón egy nagy Józsi nevű fiúval beszélgetni, és őt kérdeznéd, hogy hogy is lett olimpiai bajnok. Ha az edzőm, a Hangyási László nem szemer egy autóbalesetet, nincs olyan tércsérülése, mint ami lett, akkor nem kerül ide edzőnek. És akkor tudnék mondani, tudnám folytatni ezt a sort. Az én részem az volt, hogy amikor megkaptam azokat a segítséget, támaszokat, akár a barátaimtól, akár a családomtól, vagy az edzőmtől, akkor ezeket, az én dolgomat megcsináltam. Mindenkiből persze nem lesz élsportoló, viszont megtanulja a küzdeni tudást, megízleli a győzelem érzését és elviseli a vereséget, ezáltal pedig jobb emberré válik. A sport tehát fontos, felismerte ezt a város önkormányzata, ezért minden téren támogatják a sportot, leginkább az utánpótlást. Nagyon jó sportélet zajlik Pakson, és ehhez az önkormányzat is nagyban hozzájárul már évek óta, évtizedek óta. Mi annyiban tudunk nyilván ehhez hozzájárulni, hogy az élsportot is igyekszünk természetesen támogatni erkölcsileg, mind anyagilag, de mi sokkal nagyobb figyelmet fordítunk arra, hogy az utánpótlás nevelésben mindenképpen szeretnénk, hogyha a gyermekeink, a paksi fiatalok tudnának érvényesülni, így több százmillió forintot költünk évente arra, hogy az utánpótlás fejlődjön, az utánpótlás korosztály minél inkább meg tudjon majd felelni a felnőtt életük során az elvárásoknak. Emellett természetesen nagyon fontos a tömegsport is Pakson, hiszen ebből nőnek ki majd aztán az élsportolók, erre is természetesen a Paksi Sportegyesület, a PSE révén szintén nagy hangsúlyt fektetünk. A tömegsportot is támogatandó valósul meg a jövőben több olyan fejlesztés Pakson, ami az infrastruktúrát hivatott javítani. A város több mint 900 millió forintot nyert a területfejlesztési operatív programban. Egyrészt a kerékpárutunkat tudjuk fejleszteni Paks és Dunakömlőt között. Ez nem csak abban jelent előrelépést véleményem szerint, hogy sportolási lehetőséget biztosít, hanem akár a Dunakömlőd és Paks közötti munkába járást is elősegíti az ott élőknek, illetve a Paks és Dunakömlőd közötti mozgást is, hogy kerékpárral is meg tudják közelíteni most már Paksot. Vannak még topos pályázataink, amelyeket meg fogunk valósítani. Például nyertünk a polgármesteri hivatalnak a felújítására is több mint 200 millió forintot a topos pályázat keretében. Ezt természetesen még azért hozzá kell tennünk az önkormányzatnak is egy kisebb összeget, vagy egy majdnem ennyi összeget, körülbelül 200 millió forintot, hogy úgy tudjuk megvalósítani, hogy ne csak az energetikai elvárásoknak feleljünk meg, hanem akkor tényleg úgy alakítsuk ki a polgármesteri hivatalt, hogy az méltó legyen mondjuk a Paks városához. Ezen kívül még a bölcsödénk fejlesztésére is beadtunk pályázatot. Ez még folyamatban van, de én azt gondolom, hogy ott is sikerül eredményt elérnünk, és a Bóbita bölcsödénket majd tudjuk fejleszteni. Itt nyilván férőhelyre is gondolok, illetve magának az épületnek a felújítására. És hogy visszakanyarodjunk a sporthoz, épül egy új judócsarnok, az ökölvívók is hamarosan nagyobb otthont kapnak, a legnagyobb vállalkozás viszont mégiscsak az új foci stadion lesz, aminek az építése látványosan halad. Pillanatnyilag úgy állunk, hogy a szembe lévő hosszú oldali bélelátón már az elemek nagyon látványosak, ott már fent vannak, most már lassan a tetőnek az elemeit rakják fel, és közben egyidejűleg ezzel építik a rövid oldali célelátót is.
valószínű, hogy többeknek az úgymond az eredményjelző alatti oldal. A paksi labdarúgás most már több mint 10 éve megszakítás nélkül résztvevője a hazai élvonalnak. Különlegesség, hogy nem szerződtetnek külföldi légiósokat, sőt kifejezetten építenek saját nevelésű játékosaikra. Van nagyon sok tehetséges utánpótlás játékos, és nekik szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy ha elvégzik a megfelelő szintű edzésmunkát, akkor bizony van rá lehetőségük, hogy ebben a csapatban bekerülhetnek a felnőtt NB1-es csapatba, és roppant büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 12 év során 15 saját nevelésű játékosunk mutatkozott be az NB1-es csapatban, közülük többen korosztályos válogatottak, és jó páran a felnőtt válogatottban is bemutatkoztak. Sőt, azóta van olyan is, aki itt nevelkedett, itt lett NB1-es játékos, most már máshol játszik, de stabil tagja a felnőtt válogatottnak. A lehetőség mellett a megújuló környezet is további inspirációt jelenthet majd a gyerekeknek és szüleiknek, hogy a focit válasszák, ahogy teszik ezt több mint 300-an a Nemzet Sportvárosában. Ennyi érték fért mai műsorunkba, következő pénteken Szekszárd környékére invitáljuk Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!